magamra megy, és ha sikerülne teljesíteni ezt a súlyt, akkor visszaszerezni a világcsúcsot a kínai Ho Chao-Chiang-tól, egyidejűleg új olimpiai rekordot, új Európa csúcsot állítana föl. Az olimpiai csúcs most már az övé, a 117,5-lel. Fél kilogrammal több ez, mint az érvényben levő világcsúcs. Megfogja, hát ez egészen hihetetlen. Egészen hihetetlen, majd a lassításban fogjuk látni, hogy mekkora erő kellett ahhoz, hogy korrigálni tudjon. Elsöprő tapsvihar, mindent elsöprő tapsvihar, hiszen világcsúccsal mutatkozik be a súlyemelés az olimpián. Szevdalin Marinov jó voltából, és nézzék csak, sajnos a feliratok miatt nem látszik, hogy mennyire megemelkedett a cipője hegye orra, annyira visszazuhant a súlypontja, onnan kellett visszahozni a súlyt, és nem akármilyen súlyt, 120 kg-os világcsúcs. A Los Angeles-i olimpia óta minden évben megnyerte a világ és Európa bajnokságot Marinov. Ez esztendőben Cardiffban még az EB-t, tehát összesen 7-szeres aranyérmes, és most eljön a 8. aranyérem ideje, 150 kg az utolsó fogása a lökésben. Ha teljesíti, ez az összetettben 270 új világrekordot jelenthet majd. Nagyon stabil versenyzőnek ismertük eddig is, és ezen az estén is ennek mutatkozott. 5 jó fogás van már a háta mögött Szevdalin Marinovnak, óriási összpontosítás a 150 előtt. Megcsavarja egy kicsit, és utána már mint a pillét úgy nyomja föl, úgy teszi föl, 270 kg. Éveken keresztül az volt a legnagyobb kifogás vele kapcsolatban, hogy csak nyeri a versenyeket, de nem képes világcsúcsra. És most életében először az olimpián éppen összetett világrekordot állított fel.